Egy nagyon csalafint a kérdés, milyen érzés vidéken? Nagyon jó, pont ugyanolyan, mint Budapesten, nincs vidék és Budapest az én szememben, hanem szabad önkormányzatok vannak, meg szabad emberek, akik változást akarnak április 3-án. Szociológus vénája mit súg a választásokról, milyen az előérzete? Nekem nagyon pozitív. Én azt gondolom, hogy hát itt Tapolcán mindenképpen nyerni fogunk. Amennyire olvasom, Navracsics úr is nagyjából ezt már zsebretette, ezt a vereséget, illetve ezt a győzelmet, azt gondolom, hogy bezsebelhetjük, persze csak akkor, hogyha mindenki elmegy szavazni. Ami az országos dolgokat illeti, ott is nagyon optimista vagyok, mert az elmúlt időszakban nem csak Budapesten és az agglomerációban, hanem vidéki településeken is sok helyen kampányoltam, és egészen kis falvakban is nagyon-nagyon sokan eljöttek a fórumainkra. Úgy tűnik, hogy az ellenzéki összefogás felszabadította azt a kritikus tömeget, ami mindig is változást akar, csak a külön-külön a pártok azok nem tudtak elég erőt adni ehhez a változáshoz. Most megvan az erőnk, úgyhogy én nagyon optimista vagyok, és arra kérek mindenkit, hogy egykori közelmi kutatóként is, hogy számoljuk bele azt, hogy az elmúlt 20 évben Magyarországon a közelmi kutatók majdnem mindig fölülmérték a Fidesz támogatottságát. A fideszeseket valahogy könnyebben elérik a felmérések, ők kicsit büszkébbek arra, hogy fideszesek, de mi vagyunk többen, változást akaró emberek, úgyhogy én nagyon optimista vagyok. Néztem az előbb a közönség soraiban, nagyon sok fiatal és nagyon sok idős ment oda önhöz gratulálni, vagy valamit kérdezni. Mit szól a legújabb hírekhez, hogy az első választók között kiugran magas a ellenzékre várhatóan szavazók száma? Ez egy örömteli hír. Nyilván minden szavazó egyformán fontos, és nincs olyan társadalmi csoport, akit jobban szeretnénk, és nincs olyan, akit kevésbé. Ilyen szempontból az idős emberek támogatása nekünk ugyanolyan fontos, mint a fiataloké. De mégiscsak a fiatalok hordozzák magukban a jövőt. És az a politika, amit ma látunk, még akkor is, hogyha megértem azt, hogy sok állampolgár valamiért kapaszkodik ebbe a biztonság érzetét, az érzetét talán kiszolgáló politikába, de a valódi biztonságát nem ez adja. És a fiatalok szerintem jól érzik azt, hogy Magyarországon változásra van szükség, és hogy a jövő az egy más típusú politika, mint Orbán Viktor mutatott. Egy európaibb, egy szolidárisabb és egy békésebb ország az, amire szerintem mindannyiunknak szüksége van. A fiatalok támogatása azonban csak akkor lesz elegendő, hogy el is jönnek szavazni. Hiszen mondosan tudjuk, hogy lehet, hogy a nagy többségük változást akar, de talán egy hétvégi buli és egy haverokkal való sörözés sem meg kell versenyeznie még a szavazás napjának. Én azt javaslom, hogy menjenek el szavazni, húzzák be az X-et, és aztán mehetnek sörözni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.